Aztán nem mindenki tudja, hogy most már nincsen egyensúlyom. Hát kezdem érezni egy cuccot. Aztán tudjátok, hogy bevezették, hogy úristen, écesek lettek a fák! Azt a kurva. Szóval, azt tudtátok, hogy bevezették a 15 részre lehessen bicikli vezetni? Komolyan. És ezt a rendőr fogja eldönteni, hogy te most alkalmas vagy-e a bicikli vezetésére, vagy sem. És hát... inkább nem jöttek vissza a bicikliről. Köszönöm. Megint ilyen másnaposító henger. Jó. De jó nekem. Nem, ezt is tudom, hogy így néz ki. Ha most Ravenholmba lennék, az... az most lenne nekik. Szent Háromság gőzbeállítás funkciók. Ja, az ez. Megvan ilyen, megvan az első vibrátor, és hogy olvastam, három vibrátort kell keresni ennek a cuccnak. Szóval megkeresik a maradék kettő vibrátort is. Ezt még levasszuk mezomor. És akkor gondolom vissza kéne menni a hát ide visszafele. Na, ennek megint sok értelme volt, de hát, na. Úristen, ez az éjsz az annyira durva, hogy kidönti a fákat. Menjünk innen. De még rémálom veszett a játékról. Jó. Szóval még kell olyan... kell két bot. Bocsánat, vibrátor. Will Smith! Yeah. Mert be van Will Smith. Zseniális. Tehát, szóval... ez eddig nem volt itt. De szexi. Nekem is ilyen hasfalam volt, mielőtt még meglátták a démonok. Shit. Jó. Hey. Ennek eddig is ilyen... idióta fel volt. Don't forget your bag, Daniel. I won't, Herbert. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shame will hurt much less than dying, I assure you. Szóval a logikát alkalmazva megvan a gépterem kulcsa, de hiába is megyek oda be, még nincs meg az a három vibrátor, úgy nem tudom beüzemelni azt a cuccot, hogy ott láda. Jó, hát nyert. Be aztán kinyitottam, szóval... erre még nem voltam, szóval hát itt van a maradék kettő vibrátor. Úgyhogy... az egy dolog, hogy nem szeretnék, de... de megyek. Fú, de sötét van! Úristen! Az, hogy tetsz, hogy idő után egy...
itt kivilágosodik a játék, de hát... Egyébként miket írgat ilyenkor? Karaknál a sütettség fullág és transzidenesnek tűnik. Nézd itt! Hát én bevilágítom ezt. Hogyha annyira természetellenes. Az ajtók nekem nem tetszenek. Túl sok ajtó van itt. Nem már, és pont most folyik, fogy el ez a szar. Igazából mi baj lehet? Most meghalunk egyszer, nem? Ja. Csak nem szeretnénk kimosni az alsó batyámat, hogyha ha nem baj. Úgyhogy mondjuk azt, hogy inkább óvatos leszek. Van egy ilyen fúró alkas részem. Hogy nem tudom mire jó, csak van, és nem tudom, szóval, azt már tudjátok, hogy én nem tudom, szóval tök jó nektek. Ez mi? Várjunk, csak fel akarom én azt venni? Na így is már túl sok kockáztattam borul játékot, úgyhogy meg az itt áll, hogy akkor jönnek be ők, amikor én felveszem a cuccokat, és én nem akarom fölni azt a cuccot. Szóval inkább körülnézek, jó? Nem bánjátok. Jó, menjünk ki ott a cucca. Ah, azt hiszem azért műfasz az egy kalapács. Majdnem. Jó, szóval van itt két nagy hordó, de hát... ez a kettő, ez kurva sok. Bár ez máshogy áll, szóval... mi ez? Másodlagos. Először rakjam össze fúrót, de mivel? Nope. Akkor felveszem azt a cuccot, amit elhagytam, és nem tudom, hogy hol van, valószínűleg itt. Nem. Itt volt a fúró. Elmentem erre. Miért van ilyen kúrva sötét? Jó, azt hiszem már jönni fog egy ilyen zombi izéce, de hát nem. Még kell valami, nem áll. Miért is lenne olyan egyszerű? Halló? Felszerelés? Zseniális.
ez a fónak a harmadik alkalmat része. Nem. Nem vagyok itt. Shit. Hash. Jaj. A bal helyém. Jaj. És most ez hova ment el? De összerakom a fúrót. No. De. Jó, megvan a fúró. Zsír. Itt átmászok. Ha még harmadik hadítán nem lesz semmi probléma. Jó. És akkor... Hol van az a buzi hordó? Buzi hordó, hol van? Itt vagyok a sarokban, ugye ne ide légy szíves! Oké, jövök. Megvan. Meg is van. Fúró. Jó, és akkor alá teszünk egy edényet, hogy ne csöpörjön el. Zsír. Ezt is megtúrjuk. Oké, ezt belehelyezzük, nagyon fasza. Felvéve robbanószer. Nem. Megtagadom, hogy itt legyen bárki. Oké. Jó. Jó van, eddig nyugi van. Csak ide bekúszunk. Nem igaz, megint fehér fény. Szerintem most tudtuk meg, hogy Daniel az embereket kínzott. Azért akart elfelejteni dolgokat. Remélem, oda ment a szörny, és akkor itt egy kavics. Mi ez? A kavicsokból származó törmelék megadályozott továbbhaladás raktárban. Találj egy más kurat. Nem. Megtagadom. És most csinált ilyen rohadt robbanószert. Hé. Na, én látom. Itt ez a cucc. Jó, és akkor... Már nincs olyan. Nagyon jó vagyok. Lenne, hogyha eldobnál azt a lesztet, és nem csak úgy néznél. Majdnem. Igazából azzal gondolkoztam, hogy nincs semmi, ami begyújtaná. Szóval... Ojj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 
Hát nem gondoltam volna, hogy ott akkor át fog robbanni. Na.
mint egy robot sötét van itt. Próbál azért karékoskodni. Még rosszabb hely. Disznó! Ó! Ó, szia, disznó, hogy vagy? Jó vagyok, köszönöm szépen, és veled mi helyzet? Hát, igazából ki akarok jönni ebből a kastélyból, te még most. Jó, csak figyeld, mert ilyen démoni szolgák vannak, aztán téged meg fognak masturbálni. Jó, jó, köszönöm szépen. Inkább én masturbál magamat. Ó, hát akkor sok sikert látom, dusz közöttről, mert tartod ezt a lantast. Igen. Köszönöm szépen. Jó, neked további útrat, én most nem tudok ezt filmjálni. Jó, további jó jogás. Szia! Jó. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Jó, hát akkor mi most megyünk tovább. A kurva anyádat! Menj innen! Jó. Oda? Tudod, nem megyünk be, de annyi szerencsé van, hogy nem jött ki az a retardált, szóval fuck yeah. De ezért most iszunk egy kis, vagy inkább eszünk, iszunk. De elég feleseltem már egy pohárból. Most nézem, hogy szerzesen a vonalkó, hogy az HD-val végződik. High definition. Hát... igazából ez elég rossz marketing, mert hogy nem HD-ban fogsz utána látni, az is biztos. Nincs ez elég kellemetlen. Inkább akkor HD. És hát... 144p. Jó, ott már azt lepuszik. Jó. Gép alkatrészek. Még több fehér képernyő. Ez az. Hát ezt... kicsit megbökötte Daniel, úgy érzem. És nem a gyönyörbe halt be. Az is megtehette volna. Láncok. Ok. És meg kell már jönnem? Sajnál nem sikerült. Nézd, mi van itt. Aha! Levél. Megbeszéltük. Négy faszú, a négy fázisú. Jaj! Jó, most itt várunk kicsit, amíg
ellen tűnnek. És hát próbáljuk túlélni. Nem vagyok itt, nem vagyok itt, nem vagyok itt. Nem vagyok itt, nem vagyok itt, nem vagyok itt, nem vagyok itt. Valami itt vagy mellettem, de te én nem vagyok itt. Nem, 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 nem. Nine, nine, nine! Nem vagyok itt! You bitch! Biatch! Jó, jó. És akkor most ki kéne innen jutnom, ugye? Hát ez kurva jó lesz. Jó, úgy kéne jutnom, hogy vannak itt ilyen tévoni zécék. Ajajajajajaj. Azért én lelkem, mert nincsen fölkészülve, szóval hiszok inkább valami energiasört. És kúszok óvatosan, amíg meg nem látom, hogy, jaj, a kurva anyád, menj innen, csúnya vagy, lenn van az ákarcsod, bazeg, kitalált egy szexinek, szerintem egy nőt nem tudsz felszedni a büdös életünkbe, te emberiség szégyene, menj innen! Én nem megyek oda az ajtóhoz, én nem. Föl kéne hinóval hajra a telefonra, hogy ezt csinálj meg helyettem, mert én ezt nem bírom. Halló? Jó, nincs ott senki. Jó. Gyerünk, Daniel. Gyerünk. Jó, nyugi van. Nyugi van, Daniel. Nyugi van. Ja, ki jött lenni a szobával? A kis buzi. Jó, Daniel. Gyerünk, Daniel. Már is szétdőlt, nem csak a karakter. Gyerünk, Daniel. Hajrá. Jó, gyerünk, fuss! És meghaltam. Az Isten csesszem föl téged. Daniel! Megint itt vagyok. Jó, most elfutok melletted, nem érdekel. Te csúnyaság. Azt hiszed, hogy meg tudsz ölni? Nem, ilyen sokkal keményen vagyok ennél. Gyerünk. Ott az ajtó, és meg az ajtót. Egy új taktika kell. Most már tudom, hogy ott lesz előttem az a beteg. Jó. Mi a szar? Jó.
Gyerünk, ez nem tudom miért búzott be, de... Köszönöm szépen játék, király vagy. Most értem azt, hogy mennyit kétszeres lett minden, de aztán... De aztán ez mindig olyan nyugis hely, hogy... nagyon. Bár ja, jön az éjsz is, szóval... És még mindig mozog, szóval nem.